A rendkívüli közgyűlésen ott volt Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere is. Ruzsa Csabát arról kérdeztük, hogyan érinti az önkormányzatot, a városi cégeket az energiaárak változása. A tükelbusz mondjuk az üzemanyagárak, ugye ő 700 forint fölött tankol, hogy az áramárak az összes céget érintik. Ugye tudjuk azt, hogy vízműve hasonló 500 milliós mínusz tervez csak az áramár miatt. Tehát a cégek esetében azért már van egy jelentős milliárd közeli szám. Ugye augusztus 1-től kikerült az egyetemes szolgáltatói körből az önkormányzat, belért az óvodákat, bölcsödéket, közvilágítás, minden egyéb szolgáltatás. A közvilágításnál nagyon jelentős áremelkedéssel számolunk, tehát várhatóan csak az idei évi utolsó négy havi áremelkedés a havi 100 milliót is elérheti. A városi intézményeknél most összesítik, hogy várhatóan milyen kiadásuk lesz december végéig. Az alpolgármester azt mondja, a helyzethez kell igazítaniuk a pécsi költségvetést. Ez különböző költségvetési intézkedés, vagy kiigazítás, vagy módosítást, vagy egyéb kompenzációs igények egyeztetését fogja igényelni. Több nagyvárossal egyeztetünk ugyanezekben a témákban, hogy milyen olyan megoldások lehetnek, de jelenleg a idei év mellett majd a jövő évi előkészítéseket is meg kell tenni. Ugye a jövő évre még rosszabbak a prognózisok. Tehát az látszik, hogy jövő évre 240 forint kilowatt per órás árakat látunk, ugye ez azt jelenti, hogy ma 88. Az egy háromszoros növekedés, nem tudjuk, tehát ez a közbeszerzések egyéb eljárások függvényében alakul ki. A fűtésről is kérdeztük az alpolgármestert. Ruzsa Csaba azt mondta, az intézményeik épületeik döntő része a távfűtésre van csatlakoztatva, így nem kell a tűzifára átállniuk sehol. Ez nem okoz problémát a pécsi önkormányzatnak.